szerintem már ezek között, a gyerekek között igazán nagy tehetséget. Van közöttük is. Én meg tudom mondani. Mert nekem nincs szükségem arra, hogy biopsziás mintát vegyek, vagy mérést csináljak. Én ránézek, megtapintom, és munka közben megfigyelem, és meg tudom állapítani, hogy tehetséges vagy nem tehetséges. Jelente még gyönyörűséget egy-egy újabb nap, amit gyakorlatilag ugyanazt hozza, mint a tegnap? Én minden edzésre, minden napra felkészülök. Éppen úgy, mint egy tanár, hogy felkészül az órájára. Minden nap élmény számba megy nekem ma is. Most, hogy ennyire fiatal gyerekek között dolgozik, valóban visszafiatalodott közéjük? Én nem is öregedtem meg. Hát minden másnap, amikor itt vagyok kint, akkor itt padon nyomok 100-ig, 110-ig, 5-öket, 10-eket, gogolok 130-40-ig. Kibírná súlyemelés nélkül? Hát, ha lekötöznének, akkor igen. De én magam se tudom anélkül elképzelni az életemet, amit beszéltünk, hogy én nagyon komolyan edzek, és 65 évet betöltöttem, de nem hencegés a részemről. Az átlagnál jóval erősebb vagyok, és ebben nem csak az én korosztályomot kell beleszámítani, a 20 éveseket is bele kell, meg a 30-asokat is számon, jóval erősebb vagyok. És ezt én a súlyemelésnek köszönhetem.